Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a sajtótájékoztatóra. Én Tukács István vagyok, a Parlament Költségvetési Bizottságának tagja. És itt megemlíthetem, valamikor az Egészségügyi Bizottságban is dolgoztam. Ez adja az apropót arra, hogy én beszéljek az előbb hamburgeradónak, majd chipsadónak elkeresztelt, ma előttünk lévő és végszavazáson lévő törvényjavaslatról. Az MSZP a törvényjavaslatra nemmel fog szavazni, és 4 pontban szeretném összefoglalni, hogy miért. Az első pont úgy hangzik, hogy azért, mert veszélyes a munkahelyekre. A második pont úgy hangzik, hogy azért, mert szakmailag végig gondolatlan. A harmadik úgy hangzik, hogy azért, mert már nevetséges mértékben szétlobbizott, és a negyedik pedig úgy, hogy nem teljesíti azt a célt, amiért ez a törvény előbb előkészületek során szakmai munkában fekült az asztalunkon, majd végszavazásra került. Ez utóbbi negyedik ponttal kezdeném, hiszen ez a fő kérdés. Teljesíti ez a törvényjavaslat a jelenlegi formájában azt a célt, hogy őrzi az emberek egészségét, és forrásokat teremt az egészségügynek ugyanerre a célra? Látnivalóan nem. Azért nem, mert pusztán csak olyan alkotóelemeit tartalmazza az étkezési termékeknek, amelyek, és nevezetesen só, cukor és koffein, amelyek nem feltétlenül veszélyeztetik az egészséget. Nem feltétlenül ezek azok, ami ellen küzdeni kell. Nem feltétlenül ezek azok az élelmiszerekben meglévő anyagok, amelyek veszélyeztetik az egészséget. Nem szerepel a javaslatok között sem a zsírokra, zsíradékokra, sem pedig a különféle tartósító és ízesítőszerekre vonatkozó javaslat. Úgy gondoljuk, hogy nem fog használni azoknak tehát, akik egyébként fogyasztanak energiaitalokat, fogyasztanak üdítőket, és nagy valószínűséggel fogyasztanak édes vagy sós sütiket. Fog szolgálni egyébként költségvetési célokat. Szögezzük le, hogy az a nagyjából várt 20 milliárd forint, az nem az egészségügy céljaira és nem az egészség megőrzés céljaira fog elmenni, hanem a költségvetés valamilyen jelenleg meglévő részét fogja tömködni. Miért állítom ezt? Azért állítom ezt, mert a parlament asztalán ott fekszik a 2011-es költségvetés módosító javaslata is, amennyiben a kormány rögzíteni kívánta volna, hogy a két egyéni képviselő által szokásosan beadott javaslat szerint az egészségügybe, vagy orvosi bérekre, vagy egészségmegőrző programokra akarja fordítani ezt a befolyó összeget, akkor ez már szerepelne a módosítások között. Tehát a legékesebb példa arra, hogy miért nem jó ez a törvényjavaslat, és miért nem teljesíti a célját, egy másik előttünk fekvő javaslatsor. Szeretném azzal folytatni, amit elsőként említettem, nevezetesen, hogy munkahelyeket veszélyeztet. Nos, ha egy vállalkozásnak a költségei akár ilyen úton is növekednek, mint egy tipikus különadó, akkor számukra azt jelenti, hogy valamilyen döntést meg kell hozniuk. Valamilyen költségcsökkentéssel kapcsolatos döntést mindenképpen hozniuk kell. Nagy valószínűséggel, és ezt egyébként az érintett gyártók sem titkolják, ez munkahelyeket fog jelenteni, és elbocsátásokat fog eredményezni. Azt mondják, hogy egy ilyen típusú különadót leginkább a bérköltségeken fognak és tudnak majd megtakarítani. Ezért tehát egy olyan adófajta, amely munkahelyeket veszélyeztet, alapon nem fogadható el a Magyar Szocialista Párt frakciója számára. A másodikként említett pont az volt, hogy mert szakmailag végig gondolatlan. A Költségvetési Bizottság ülésén érdeklődtem a javaslat előterjesztőinél, és nevezetesen Font Sándor úrnál, hogy vajon az egészségügyi tárcával, illetve államtitkársággal történt-e bármilyen szakmai egyeztetés, nyilvánította véleményt az államtitkárság, és ha igen, akkor miért? Font úr ezt a kérdést megválaszolatlanul hagyta, illetve megkerülte. Azt mondta, hogy a tárcának volt alkalma véleményt mondani, és nem körvonalazta egészen pontosan, hogy mit mondott az egészségügyi államtitkárság. Én persze sejtem. Természetesen azt, hogy a nevezett élelmiszerekben meglévő cukorsó és koffein önmagában nem feltétlenül veszélyezteti nagy mértékben az egészséget. Sokkal inkább kellene másra koncentrálni, mint már említettem, zsírokra, zsíradékokra, adalékanyagokra és tartósítószerekre, és nagy valószínűséggel nem tartják a jelenlegi formát szakmai értelemben sem kimondottan jónak. A százalékos arányokra és a válogatás nélkül, tehát egyöntetően alkalmazott szabályokra gondolok. Ezért tehát, ha az egészségügyi államtitkárság szakmai véleménye nem támogatta ezt a javaslatot, már pedig nem támogatta, hiszen ellenkező információról nem tudunk, akkor számunkra az nem elfogadható.
És végül azt mondtam, hogy ez a javaslat nevetséges mértékben szétlobbizott. Úgy látszik, hogy mint a dohánytermékeknél a Fidesz képviselői itt sem tudtak ellenállni néhány gyártó vagy néhány termékcsoport gyártójának és az erőteljes lobbizásuknak. A mai két egyébként zárószavazás előtti módosító javaslat erre iskola példa, hiszen még most is került be olyan termék, amelynek két fideszes képviselő, egyéni képviselő igyekvően is szorgalmasan akarja csökkenteni az eredeti javaslatban meglévő adóját. Nevezetesen ételizésítőkről van szó, de nem ez a lényeg, hanem maga a dolog. Az a törvényjavaslat, amelyben egy olyan indoklással, hogy azért legyen kevesebb az adója a nevezett terméknek, mert legyen kevesebb az adója, az számomra azt mutatja, hogy a képviselő urat valaki elérte ezzel a kéréssel, és képviselő úr vette ezt a kérést, és betette módosító javaslatba. Jellemző egyébként, hogy a két meglévő zárószavazás előtti módosító javaslatból az egyik egészen tág körül, és ha az előkészítetlenséget lehet bírálni, akkor én ezt most megteszem. Ebben a javaslatban pontosít a képviselő, a beterjesztő képviselő hivatali eljárási hatóságneveket, különféle tartalmi és stilisztikai pontosításokat és egyebeket, tehát világosan látszik, hogy a törvényjavaslat egyébként szövegében, szövegezésében, készítésében sem volt előkészített és teljesen átgondolt. Ezek azok az okok, nevezetesen négy ok, ami miatt a szocialista frakció azt fogja mondani erre a kezdeményezésre, hogy nem. Egy jó kezdeményezésre tudtunk volna igent mondani, de erre sajnos nem tudjuk. Úgy látszik, hogy erre a jó kezdeményezésre még várnunk kell. Remélem, hogy nem sokat. Amennyiben azonban egy jó kezdeményezésnek a bevétele is a költségvetés valamelyik átláthatatlan csatornájába fognak folyni, és nem pedig az egészségükbe és az egészség megőrzésre fogják majd fordítani őket az illetékesek, akkor hasonlóképpen nem lesz a válaszunk, illetve a szavazatunk.